Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, na gyerekek, készüljetek föl! Ezen a héten, természetesen, hogy nem azon a héten, amikor több szabad időm van, hanem ezen a héten fog kijönni a Fortuna. Hype-ot feltekerni a maximumra, és ebben a videóban át fogjuk beszélni mindent, ami bejön a Fortunával. Az új Warframe-et, a fegyvereket, a modokat, a mopetet, mindenről, és egy kicsit általánosan Fortuna ról, hogy így ne ilyen teljesen ilyen mi történik körülöttem dologgal menjünk be Fortunára, hanem ugye kicsit céltudatosabban keresgéljünk, hogy úgy mondjam. Mielőtt nagyon belevágnék, tudnotok kell, hogy lesz egy nagy ilyen Twitch kampány drop című történet, úgyhogy lehetek benne biztosak, hogy a Twitch accountotok össze van kötve a Warframe accounttal, nincs rá szükség, hogy Twitch Prime-otok legyen egyre, ha minden igaz. Amit kapni fogtok valószínűleg, hogyha egy órán keresztül nézitek a kedvenc Warframe-eseteket, amit persze természetesen vasárnap streamelni fog, csak úgy mondom, fogtok kapni korát, valószínűleg Nidus, persze ez mindegyiket Oroki reaktorra helyjel ellátva minden. Fogtok kapni Rifle Riven modot, hogyha jól tudom. Szóval elég jó droppok lesznek, szóval akinek nincs meg a kora, nincs meg a Nidus, de hogyha még meg is van a kora vagy a Nidus, még akkor is érdemes megnézni egy órán keresztül egy streamet, hogy esetleg extra Warframe helyet nyerjél, és ne kelljen ugye újra plattal fizes, hogyha Warframe szotot kell venni. Úgyhogy szerintem ezek most ilyen tök jó droppok, Rifle Riven modok. A Riven modok bármi legyen is, az bármikor jól jönnek, úgyhogy ja, vasárnap fogok tartani egy live-ot, ha minden jól megy, vasárnapra már kint lesz a Fortuna, úgyhogy egy aféle bemutatóra körüljárós valamire elmegyünk, úgyhogy a Digital Extreme volt olyan kedves, hogy küldtek egy e-mailt, ahol benne volt egy ilyen demo videó, ahol szépen ők is körbejártak, hogy azért ne teljesen idegennek tűnjön a hely, amikor bejelentkezek. Persze, előfordulhat, hogy a legtöbbünk csak valószínűleg állatszart fog keresni, hogy állatokat fogjunk el, és halászni fog barlangokban, de meg a lebegő deszkával fog ugrabugrálni, mielőtt bármi komolyat is csinálna, de mind azoknak a maximalista emberkéknek, akik rögtön belevágnának a lényegbe, és kifarmolnák a legjobb cuccokat, akkor íme egy-két dolog, ami jönni fog. Elsősorban mindazoknak, akik ugye követik figyelemmel azt, hogy mi történik a Solaris United Discord, amit Digital Extreme csinál, ugye mivel ezen a héten jön a Fortuna, ezen a héten fogjuk megkapni a kódot, vagy kódokat, amelyek az eddigi játéknak a jutalma lesz tulajdonképpen. Egy csomó jó cuccot fogunk kapni. Ezt a kódot én is mindenképp le fogom közölni Discordon, Facebookon, a NecroArmy Facebookján. Szóval mindenhol lehetőleg meglegyen. Konzolosok, meg fogjátok kapni ugyanezt a kódot, amikor a Fortuna nektek el fog indulni. Na, beszélgessünk egy kicsit akkor a lebegő deszkáról. Képzeljétek el, a lebegő deszkába is lehet majd modokat rakni, az lesz a nevük, hogy K-Drive mod. Gyorsabb leszel tőlük, és gondolom jobb trükköket is fogsz tudni csinálni, ugyanis a trükkökért elméletileg valamikor régen azt mondták, hogy Solaris United ilyen szindikátus pontokat lehet majd gyűjteni, de teljesen testre lehet szabni, az a lényeg. Következő ugye lesznek a kit guns, ezek a kit fegyverek, körülbelül olyanok, mint a poén, a Place of Eldalon a zavok, szóval semmi nagyon extra, összerakhatod őket darabokból, meglátjuk igazából mennyire lesznek jók. Őszinte, szóval én annyira nagy fannya nem vagyok ennek, szerintem megint csak ilyen über sok farmás is, rengeteg fegyver van a játékban, így is, de nem baj, Master Rank XP mindennél jobb. Ugye lesznek a moák, és a moákban lesznek külön modok, és amit fel fogok olvasni, és kapunk külön modokat, majd kubrokra is minden, de rátérünk erre, hogy a moáknak lesz külön fegyvere, lesznek külön modok bele, és ezeket is darabokból lehet összerakni. Hogy őszintelek, nagyon cukik, és nagyon szeretnék egyet, úgyhogy mindenképp lesz egy moa petem, sőt, talán az összes moa pet meg lesz, és sentinelként fognak funkcionálni, nem mint frankó pet, mint a kubro, hanem a sentineleknél lehet majd berakni őket. Ugye lesz az állat elfogás, ez kicsit hasonlatos, mint a horgászos, nem tudom, nem olyan, az lényeg, hogy elfogsz állatokat, és ezért kapsz szindikátus pontokat, és az állatokat úgy kell elfogni, hogy meg kell keresni a szart konkrétan, amit kiszar magával az állat, és akkor ott dől el, hogy melyik sípot kell megfújnod, és akkor úgy kell elkapnod az állatot című történet, úgyhogy ja,
Ugye lesz előre haladott, nevezük ezt, hogy fejlettebb bányászat lesz itt, és halászat. Halászatnál robothalakat fogunk kifogni, a bányászatnál meg nem kell semmit se körbe rajzolni végre, tehát az már egy opció, de valószínűleg über nagy farmolás lesz ennek is a vége, szóval ennyi című történet. Ugye lesznek azok a baszott nagy pókok, na most arról semmit nem árultak el nekünk, a kicsiket simán le lehet lőni, a nagyot viszont fel kell mi fedezzük, hogy hogyan kell elpusztítani. Minden bizonnyal a Fortuna launch után megtörténik ez egy 5 perc alatt, és következő 5 perc alatt megtörténik a meta is rá, hogy hogyan kell leölni hatékonyan azt a baszott nagy pókot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog dobni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy árkéneket fog dobni ez is, úgyhogy meglátjuk. Remélem, hogy valami jó cuccak esnek belőle, vagy hát, ja, kiderül. Természetesen lesznek ilyen fasza épületek, amiknek külön kis története van, ha gondoljátok, később foglalkozunk azzal is. Itt is lesznek bountyk, hölgyeim és uraim, föl lehet majd venni őket. Ugyanúgy, ugyanolyan rendszerben működik, mint a Plains of Eldorolon. Egy olyan kivétel, hogy majd nem kell mindig visszajönni a bázishoz, hogy egy újabb bountyt felvegyél, ha minden igaz. A jutalmakat még nem tudjuk, ki fognak derülni, hogy mik lesznek ott is. A barlangokba egyelőre tavakat raktak, nagyon szépen néznek ki, és a tavakból különleges halakat lehet majd kifogni. Meh! Reméljük lesz valami több is ott, mint csak horgászat, mert akkor már nem sok értelme van. Na, kapjuk Garudát, ugye? Hát, srácok, meh, meglátjuk. Eddig nem estem hasra Garudától, leszámítva azt, hogy mennyire jó a koncepció maga, ez a kis vér, meg horror, meg gore, ez tök jó, de a képességétől nagyon nem estem hasra, és ez lesz neki szerintem a hátulütője. Állítólag megváltoztatták az ultiát, nem tudunk róla még semmit. Jelenlegi információk szerint az ultia még mindig ugyanaz, ami volt, hát attól hasra nem estünk, hölgyeim és uraim, de Garuda bemutatónál meglátjuk, hogy hogy fog ez kinézni. Nos, fogunk kapni egy új elsődleges fegyvert, Nagantaka, ezek a nevek, öcsém. Ez Garudának lesz a nyílpuskája konkrétan, úgyhogy nem tűnik rossznak, hogy őszinte legyek. A másodlagos tüzelése egy ilyen, nem tudom, többet lő ki egyszerre valószínűleg, majd meglátjuk. A Garudának lesz egy helmettel, Sziandana, kapunk mindent, kapunk egy új kardféleséget, tehát nehéz elmondani. Mondjuk, hogy a Reapernek a korpusz változata, a Reaper Prime-nak a korpusz változatát kapjuk, Kreska névre fog hallgatni ez a kard, meglátjuk, hogy hogy alakul. Kapunk egy másodlagos fegyvert, ami elég érdekesen hangzik, azt mondja, hogyha ez a fegyver konkrétan, ha ölsz vele, akkor konkrétan átpattan a másik enemihez a golyó, vagy hát nem is tudom, hogy fordítsam le. Kicsit úgy tudom elképzelni, mint a Voltnak az egyes képességet, vagy az ultiát, hogy így meglövsz vele egy enem, és így tovább terjed a többi enemire, tehát így van a leírás tulajdonképpen. Egy sniper-szerűséget fogunk kapni, Battakor névre hallgat, nem rossz, Tenno operátor, cuccokat, egyértelmű. Viszont jöjjenek a modok, hölgyeim és uraim. Azok elég, egy-kettő elég érdekes, és azt hiszem, hogy a kubrók és a kavatok nyernek szinte ezen a legtöbbet, de meglátjuk, hogy hogy alakul, mert elég jó modokat kapunk. Na most akkor egy kicsit nyissátok ki a fületeket. Na, kapunk egy olyat, aminek az lesz a neve, hogy Synth Modset, mint például most van a Pénz a Vejdolonon, az Augur Modset, szóval egy olyat kapunk, hogy Synth Modset. Lesz köztük egy olyan, hogy Synth Deconstruct, ami a Sentineleknek fog adni 15%-os esélyt, hogy életorbot droppoljanak, hogyha a Sentinel megöli azt az elemit. Ez tök jó, hogy őszinte legyek. A Synth Fiber pedig konkrétan a Health Orbok, azok pedig armort fognak adni a 12 másodpercre. 100%-os armort fognak adni 12 másodpercre a Sentineleknek.
A következő pedig lesz egy olyan, hogy Sin Charge, az pedig pisztolyokba megy, és 80%-os bónusz damage-et ad az utolsó golyónak a tárba a pisztolyoknak. Ebből egy-két fegyver, hogy őszinte legyek, nagyon nagy hasznot húz. Ez nem egy rossz dolog. Gondoljátok ezt végig egy Eufona Prime-on, vagy egy Piranha Prime-on. Egész kurva jó dolog. És lesz egy olyan, hogy szint reflex, ami a warframe-ekben megy, és ez pedig fegyverváltási sebességet fog adni 100%-on. Azt mondom, hogy ebből három ott tök jó, az úgyse annyira me, és a set bónusz pedig 20%-kal gyorsabban fogsz újra tölteni, hogyha fegyvert váltasz. Hát nem egy nagy szám, de három mod belőle meg nem rossz. Mecha modset, egy ilyenünk is lesz, és azt mondja, hogy a Mecha Overdrive lesz, az a kubrokra fog adni 60%-os státusz linket, és 90%-os státusz duration mindenképp jó, mond egy kubrónak. Mecha Recharge, ez meg a kubrónak 20% shield recharge-t ad, és 50% shield recharge delay-t. Szóval ez se egy rossz mond, megint csak valami olyasmi, amiről a kubrok nyerni tudnak mindenképp. Mecha Pulse pedig a Warframe-be fog belemenni, hogyha megölsz egy enemit, amit markolva van, akkor 20% armot kapsz 12 másodpercig minden enemire, ami 30 méteren belül van, és Mecha Empower pedig egy aura lesz, ami 40% extra damage-et ad marked enemik ellen, tehát megjelölt enemik ellen. Szóval nem egy rossz dolog. Mire gondolok megjelölt enemy alatt? Na most a set bónusz ennek a Mecha Mod setnek az az lesz, hogy minden 15 másodpercben 12 másodpercig a kubró megjelöl egy enemit, és ha azt az enemit intézed el, akkor megkapod azokat a bónuszokat, amik ezek a Mecha modok adnak. Szóval ez tök jó, a kubrok mindenképp, kavatok mindenképp, bocsánat, kubrok mindenképp nyernek vele. A következő a Tech Modset, az pedig a kavatokra fog adni. Lesz egy olyan Tech Collateral, Warframe bevaló lesz, és hát hogy is mondjam, a kubro kijelöl egy zónát maga körül, minden 15 másodpercben ugyanúgy, 8 másodpercig, és hogyha ebben a zónában állsz, akkor 60% crit damage-et kapsz. És lesz egy olyan, hogy Tech Enchants, amely a kavatba jár, és 30% kavat ability duration fog kapni, ami nem egy rossz, megint csak a kavatoknak, és lesz egy olyan, hogy Tech Assault, és 60%-os eséllyel a kavatok ignorolni fogják a halálos sebzéseket, kb. És 4 másodpercig pedig halhatatlanok lesznek. Tök jó. Tech Gravity, az pedig a melee fegyverekbe fog menni, és a slam atakok, tudjátok, amikor így a földbe csaptok, 20 méteres körzetben az enemiket be fogja vonni arra a pontra, ahol konkrétan a földbe csaptál. Szóval, nem rossz, de nem feltétlenül tudnám használni, viszont a set bónusza, ugye az konkrétan az, hogy a kavat egy ilyen területet jelöl. A set bónusz miatt nem egy rossz dolog, szóval, hogyha a csapat van valaki, aki ezzel a set bónusszal dílel, és mindannyian körbeálljátok ezt a területet, amit a kavat kijelöl, akkor igen, guxustalan damage-et lehet valószínűleg leadni. Na szóval, különböző update-ek, a kavatoknak, kubroknak most már van egy vákum modjuk, fetchnek fogják hívni, szóval az összeszívja a dolgokat nekik, ez tök jó, sokkal jobban fogom most, ugye még jobban fogom használni kubrokat, kavatokat, pont emiatt újabb dojo pigmentek jöttek, haha, lesz mit díszíteni, új glifek jöttek be, és voilà. Ja, és még a legjobb, a fókusziskolákat végre az Arzenában is be fogjuk tudni állítani. Hála a jó Istenek, hogy nem kell mindig hátra sétálni ahhoz a kurva űrhajóhoz. Szóval, Ajatán Ember Star Blueprintet is kapunk, és 10 vitus eszencér fogjuk kiváltani Arbitress of Hexis-től, ami egy tök jó dolog, annak, aki akar Ember Star-akat gyártani, reméljük nem lesz drága, és akkor több endót tudunk kinyerni az Arbitress alertekből. És ugye a Twitter top 10 azokról már beszéltem. Nos, srácok, ezek lesznek az über újdonságok, tehát egy csomó fegyver, egy csomó mód, egy-két újdonság kúlóra, kavatra, egy új hatalmas terület, ami nagyobb, mint a Plains of Eldalon, és reméljük egy
nagy terület, amin van játék, és van gameplay, és amiért érdemes oda menni és játszani, amivel foglalkoznak folyamatosan, és update-elnek folyamatosan. Ezt szeretném én. Nos, gyerekek, találkozunk mindenképp vasárnap egy livestreamnél, fogunk fortunázni egy kicsit, körbenézni, megnézni, mit, hogy hány, merre, meddig, felfedezni dolgokat, ahogy csak tudunk. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, Discord szerverünk a videó leírásában megtaláljátok, klán jelentkezés videó leírásában megtaláljátok, Facebookon várom kérdéseket, vagy itt a videó alatt, köszönöm a figyelmet.